Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk Pécsen a Karancs utcánál, hogy egy helyi lakos megkereste a Mi Hazánk mozgalmat azon ügyben, hogy a lakókörnyezetbe ide raktak egy fatelepet, a házak közé mennek a 40 tonnás kamionok, amelyekben megrepednek a falak. Ez ügyben megkeresett minket egy helyi lakos, aki nem szeretné felfedni személyazonosságát. Légy szíves, mondd el itt a helyi problémákat. Pár évvel ezelőtt létesült az utca végén egy fallerakat, ahol a szociális fát osszák a rászorulóknak. És ugye hát ez egy kis zsákutcáról beszélünk, egy 100-200 méter hosszú kis utcácskáról, ami ennek az útja az nem arra lett tervezve annó az 1800-as évek végén, hogy 40 tonnás kamionok, illetve nagy méretű teherautók járkáljanak napi szinten többször. Hát ez megtörténik sajnos. Téli időszakban napi 4-5 fuvarra hordják a fát az utca végére, ahol ugye feldolgozzák, kuglizzák hasonló, ami ugye elég nagy zajjal jár. Ez mellett ugye a kamion, amikor jön be, olyan rezgéseket csinál, ami megrepeszti a házfalakat, bútorokat, tehát nem jó, nem egészséges. Ugye dolgozunk ezért a kicsi kis házikóért, rakjuk rendbe a kis pénzünkből, és hát mások haszonelszerzése miatt tönkre megy minden a munkánk, és ezzel nem tudunk tenni semmit. Tehát fordultunk mi különböző hivatalokhoz, megpróbáltuk a rendes, normális utat végigjárni, de hát mindenhol süket fülekre találtunk. Senki nem tesz semmit, hogy ez változott. Az önkormányzatot is megkerestétek? Az önkormányzatot is megkerestük, többször is a helyi képviselővel is fölvettük a kapcsolatot. A régivel, az újjal már nem sikerült, mert hát ugye ő nem nagyon foglalkozik ezzel a dologgal. És ki az új képviselő? Sík László Lajos, az MSZP tagja, prominense. Ő nem nagyon foglalkozik ezzel az ügyel, egyszerűen lerázott minket többször is. A tulajdonosnak az édesanyja az eléggé Fidesz közeli. Ő a körzeti házi orvos. És hát ugye az emberek félnek, tartanak, mert hát mégiscsak egy olyan ember, aki tud nekik ártani, arról van szó. Akkor ha haszonszerzésé van szó, akkor a Fidesz és az MSZP jó együtt tud működni itt a helyben. Pontosan. És eltűrik azt, hogy a kamionok gondolom száguldoznak is itt a... Igen. Kis teherautók inkább. Kétszer az autóm tükrét már levitték, amikor ezt említettem a tulajdonosnak, vagyis az okozónak, hát azt mondta, bizonyítsam be. Hát ugye a házamon repedések keletkeztek, nem csak az enyémben, hanem az utcában több embernek is. Ugye hát azért... És az ingatlanok értéke is romlik azáltal, hogy itt egy ipari terület létesült. Aki meglátja, az nem venné meg így az épületet. Nem beszélve arról, hogy amikor a faosztás van, akkor azért ellepik a nem biztos, hogy kívánatos egyedek az utcánkat, tehát az élőhelyünkre. A lakásomba belépett egy hölgy, egy bőszöknyás hölgy, ugye a férjúr az kint találkozott, kint várt a kapu előtt, és ugye fájér jöttek ők is, csak hát ugye látták nyitva az ajtót, csak arra... Most gondolták, hogy valami plusz haszonszerzés céljából benéznek. Ez is benne van. Ugye, hogy nem egyszer előfordult visszatérve így a kamionra, hogy itt a kis utcánk végén lezárták az utat, rakották egyik kamionról a másikra a fát, úgyhogy csak gyalog lehetett megközelíteni az utcánkat. Ugye mi van zsákutcáról beszélünk, ezért csak egy bejárat, egy kijárat van nyilván. Lakott itt olyan hölgy, meghalt már szegény Isten nyugosztalja, aki ugye rendszeresen járt dialízisre, hetente kétszer. A mentő nem tudott bejönni, mert ők fát pakoltak. Mindenki fél, főleg az idősebbek, akik meg betegesek, ugye hát ugye itt az orvosi kapcsolatok véget, ugye a fiatalember édesanyja ugye, mint orvos. Mint körzeti házi orvos. Félnek az emberek. Télen ugye nem beszélve arról, hogy amikor szezon van, akkor a Stilfűrész csodálatos hangjára kell élnünk a napjainkat. Valamit égetnek, mindent, tehát a nájlon zacskótól kezdve mindent égetnek, és ugye hát amikor a széljárás úgy van, akkor bizony ez bejön a lakásunkba is. Azért vagyunk, hogy tegyünk kis emberekért, bárkiért, aki ebben az országban él, problémája van, bármikor megkereshet minket, itt helyben is, országosan is, és minden problémát megpróbálunk megoldani, orvosolni, ha mással nem a sajtó nyilvánosság előtt, ezzel is nyomást gyakorolva a helyi többi pártra, a helyi pártokra, a Szivárvány koalícióra, amely irányítja Pécsvárosát, amelyben már látszanak a repedések. Kedicsokram, ön
Ez egy olyan témába jött hozzánk panasz, hogy itt az utcában kamionok járnak, nyergesvontatók, fát szállítanak itt a lakókörnyezetben, és ezek megrongálják a házfalakat, zavarják a lakókat. Igen. És az önöket mennyire zavarja? Az önök házfala is megrepett esetleg? Hát, mondjuk, lássa, ott is letörte az ágat, ráesetted a cserépre, de spekulálok, hogy hogyan másszak föl rá. Körülbelül mennyi kamion jár egy nap erre hát, felé? Elég sok autó jár, ilyen nagy autók ebben a kis keskeny utcákban. És hordják a fát? Igen, nagyon sok. Én csodálkozok, hogy ezt beengedik. Ja, a lakókörnyezetben ide engedik. Mivel ilyen közel vannak a házak egymással szemben. Én nagyon féltem a házamat, mert ugye egyedül maradtam, a férjem meghalt, és abban az időben csináltattuk ezt, mert újítottuk fel kívülről belülről, minden forintunkat beleadtunk, és nem akarom elhinni, hogy még egyszer jut rá nekem arra. Van az embernek egy kicsi kis házik, vagy egy kicsi kis vagyon, amit próbál életszerűvé tenni, érte, és akkor vannak ilyen emberkék, akik meg beleszarják az életedbe, és egyszerűen nem foglalkoznak avval, hogy neked mi a jó, vagy mi sem, és nem érdekli őket semmi. Itt kéne söpörni itt mindenféle jött-ment szarházi megélhetési bűnözőt az egész közszférából, mindenhonnan, hogy a gyerekemnek legyen jövője, hogy ne az ostobaságot, butaságot, ezt a multikulturális szarságot tanulja, hanem az, hogy legyen egy olyan normális értékrendje, ami alapján az életét tudja, ami szép, normális, emberi életet tud élni. Ennyi. Ennyi. Nekem csak ennyi kell. És hogyha ez a mi hazánk, akkor a mi hazánk. Ebben az ügyben megpróbálunk a nyilvánosság erejére támaszkodni, és nyomást gyakorolni a helyi hatóságokra és önkormányzati képviselőkre, hogy ne csak a saját zsebüket és érdekeiket nézzék.